Nagy sűrűségben teremnek a görögdinnyék augusztus közepén is, ezen a nagy cserkesz melletti ültetvényen. Az itteni termelő azt mondja, ezen a nyáron kétszer annyi a hozam egy hektáron, mint az utóbbi években. Nagy szerepe volt ebben természetesen a kedvező időjárásnak. A megfelelő csapadék mennyiséget és a kellő hőmérsékletet is megkapta a növény. Ezt erősítette meg megkeresésünkre a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti és beszállítóipari osztályának országos elnöke Mártonfi Béla is. Le kell számítani azokat a hűvös napokat, amikor nehezebben lehetett értékesíteni a dinnyét, mert a dinnye termelőknek tudni kell azt, hogy egyébként nem csak jól időnek kell lenni a termelés időszakában, hanem a fogyasztás időszakában is melegnek kell lenni, mert hidegben nem fogyasztják annyira. Pillanatnyilag úgy néz ki, hogy nagyon jó minőségbe tudjuk előállítani. Az utóbbi években nagyon komoly technológiai fejlesztést hajtottak végre minden termőtájon. Megjelent egyébként a fólia alatti termelés is, most már 5%-a a terméknek ennyi. Tehát nagy légterű fólia alatt megy. Én úgy számolok, hogy a következő években ez 15-20%-ra föl fog menni. Mártonfi Béla hozzátette, az elmúlt 5-6 évben felére csökkent a görögdinnye termőterülete az országban, idén azonban újra növekedést tapasztaltak, így a tavalyi 2600 hektáros terület megközelítette a 3000 hektárt. Az idei jó termés és a jelenlegi meleg időjárás egyébként a fogyasztásra is kedvező hatással van. A várakozások szerint körülbelül 120 ezer tonna fogyhat lakossági szinten a szezon végéig. A cél az, hogy exportra is minél több jusson. Ez nagyon fontos, mert az utóbbi években veszítettünk az exportpiacokon, a déli konkurencia sokszor elvette tőlünk a lehetőséget. Most ismét lehetőség van arra, hogy visszaszerezzünk komoly piacokat. A cseh, szlovák és a lengyel, balti mellett ismét elindulunk majd talán skandináv és német piacra is. Ezt az is alátámasztja, hogy nem csak a korszerű, hibrid, oltott magvas dinnyéket, hanem a maxregény dinnyéket is nagy területen kezdjük termelni, és emellett megjelent ma Magyarországon már a mini dinnye is, úgyhogy egy nagyon nagy európai szortimentet is tudunk kínálni a piacon. A görögdinnye ára egyébként széles skálán mozog, az egy hónappal ezelőtti közel 500 forintos kilogrammonkénti ár azonban már a 200-250 forint környékére csökkent. Az ágazat vezetői most az ellen küzdenek, hogy a különböző nagy áruházláncok ne kínálják méltánytalanul alacsony áron a hazai görögdinnyét, az ugyanis a termelők számára kedvezőtlen.